Nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, városismereti műsorunkkal jelentkezünk. Egy kicsi szünet után ismét külső helyszínről jelentkezik a műsor. Ezúttal a belváros szívében, az Egyházmegyei Múzeumban vagyunk. Nagy szeretettel köszöntöm szakértőnket, aki most is elkísért, Váci Márk történész városkutatót, és persze nagy szeretettel köszöntöm házigazdánkat, Smohai András művészettörténészt, a múzeum igazgatóját. Köszönjük szépen, hogy vendégül látsz bennünket. Köszönjük a lehetőséget. Én azt hiszem, hogy kezdjünk is bele, hiszen majd észreveszünk, hogy az 50 perc gyorsan elrepül, amikor egy ilyen patinás épületről és ilyen tárlatokról tudunk beszélni, ami megtalálható itt a püspökséggel szemben Székesfehérvár belvárosában. Nézzük a történetet. Egyáltalán mióta működik Egyházmegyei Múzeum, és honnan is indult itt Székesfehérváron? A múzeum az első magyarországi egyházmegyei gyűjtőkörű múzeum. 1938. október 13-án nyitotta meg kapuit, de nem ebben az épületben, hanem a egykori szeminárium épületében. És ebben az épületben 1998-ban költözött a múzeum, és 2007 óta gyakorlatilag az épület emeletén láthatóak a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumnak a kiállító terei. A régi épületben mi az, amit be tudott mutatni akkoriban az Egyházmegyei Múzeum? És tulajdonképpen kinek köszönhető, hogy ez a gyűjtemény elindulhatott, létrejöhetett? Ugye említettem, hogy az első egyházmegyei gyűjtőkörű múzeum Magyarországon. A 30-as évek elejétől kezdve a Vatikán szorgalmazta, hogy az egyes egyházmegyék a saját történeti kincseiket múzeumokba szervezve, tehát intézményekbe szervező mutassák be, és Svoly Lajos székesfehérvári megyes püspök volt az első, aki Magyarországon erre a felkérésre vagy felhívásra azzal válaszolt, hogy megbízta Kuti István kanonokot és Fehér Béla vértesbolgári plébánost, hogy kezdjék el az egyházmegye területén lévő műtárgyakat összeírni, és egyáltalán a múzeum létrejöttének az alapjait, vagy létrehozásának az alapjait letenni. Ez azért nem volt egy olyan egyszerű feladat, ugyanis sok egyházközség ragaszkodott a műtárgyaikhoz, vagy műtárgyához, és lassan indult ez a munka. Nagyjából 2 év kellett, vagy kicsit talán több is, mint 2 év, hogy összeálljon egy olyan gyűjtemény, amit aztán 1938. októberében már a egykori szeminárium épületében be lehetett mutatni. Sok mindent gondolom most is látható, ami már akkor kiállításra került. Igen, gyakorlatilag az a sok száz műtárgy, amit összeszedtek a 30-as évek második felében, ma is a múzeumnak a törzs gyűjteményét jelenti, és ehhez a gyűjteményhez aztán a későbbiekben csatlakoztak, vagy újabb műtárgyak kerültek. A legutolsó nagy műtárgy együttes, ami bekerült a múzeumba, az intézmény egykori vezetőinek, dr. Szilárdfi Zoltán atyának a gyűjteménye, aki a halálát követően, illetve már a halála előtt is jelentős mennyiségű műtárgyat hagyott a múzeumba, és a halála után pedig a hagyatéka ide került hozzánk, és egyrészt már az ő életében egy kiállítást rendezett, ami majd most is látható, majd erről fogunk látni képeket. Másrészt pedig dolgozzuk fel ezt a elég nagy mennyiségű műtárgy együttest, amit ő egyébként már több könyvben is publikált. Érkezünk meg a belvárosi épülethez, ahol tulajdonképpen most vagyunk. Először talán a kint látható szobrokról és képekről mondjunk valamit. Még azért az intézmény kezdeteihez térjünk vissza, csak nagyon röviden. Azért azt ne feledjük el, hogy 1938-ban nagyon fontos események történnek itt Székesfehérváron. Tehát az, hogy ugye Szent István emlékév van, ami aztán főleg augusztus 18-ában, tehát a kihelyezett országgyűlésben csúcsosodik ki. Viszont ugye az eucharisztikus kongresszus is itt van Magyarországon. Jelesül ugye
június 1-én Székesfehérvárra érkezik a Szent Jobb és a Szent Korona, megtörténik Prohászka Otto kármegyés püspöknek az újratemetése, immáron végső nyughelyére, tehát biztos, hogy ez is egy hatalmas nagy lendületet ad a múzeum szervezésnek, és főleg azoknak a vidéki plébániaknak, meg közösségeknek, amelyek addig egy kicsit úgy vonakodtak mondjuk ezeket az egyházi kincseket beadni. Egyébként tapasztalva az utóbbi 10 évben az eseményeket, meg az egyházközségeknek a hozzáállását, azért sokszor ma is megvan még ez az attitűd, hogy nehezen válnak meg bizonyos tárgyaktól, akár eredeti anyakönyvektől is egyébként, pedig ez most már kötelezettség, de azért most jóval nagyobb az adakozó kedv, hogyha lehet így fogalmazni. Magára az épületről, amit tudni érdemes, ugye kezdjük akkor talán a szomszédos épülettel, hiszen onnan indul ugye maga a történet, azzal a templommal, amit a török alóli visszafoglalás után, tehát 1688 után a ferences szerzetesek megalapítanak itt a városban, és aztán az 1700-as évek elején elkezdik építeni hosszú, kitartó és szorgos munkával, és létrejön mellette az az épület, aminek az udvarán most tartózkodunk, ugye a ferences rendháznak az épülete, az első nagyrendi építkezés itt a városban, amit aztán majd követ a jezsuitáknak az építkezés, ugye szintén itt a főutcán, illetve aztán a kármelitáknak az építkezése, ugye az az épület, amiben ugye korábban megtalálható volt az Egyházmegyei Múzeum, tehát a szeminárium épülete az ugye valamikori kármelita rendház, tehát ezek mind-mind rendi tömbök és rendi épületek. Ugye a Szent Imréről elnevezett templom, a neki dedikált templom, az annak az épületnek a helyén jön létre, amely talán királyi palota lehetett Székesfehérváron. Ugye erre vonatkozóan különböző elméletek vannak, bizonyosság az még nincsen ezzel kapcsolatban, ez egy feltételezett királyi palota, valamilyen előkelő épület, amiben születhetett talán Szent Imre, ugye 1007 körül. Erről is különböző viták vannak a mai napig nyilván a tudományosságban, hogy Esztergomban vagy Székesfehérváron, ez az 1007, ez nagyjából biztosnak tűnik, illetve az elhalálozása. A képek kapcsán úgyis visszatérünk erre a témára is, hiszen azért vannak itt emlékek ezzel kapcsolatban. Persze vannak. A Szent Imre, mindenesetre van egy tábla. A Szent Imre emléktáblát azt mindenképpen érdemes kiemelni. Ugye korábban beszélgettünk erről az épületről a Vörösmarty Rádióban, ott is elmondtam azt, hogy ez egy feltételezett szülőhelyhez köthető emléktábla, amin ugye megfogalmaznak egy állítást, és megfogalmaznak egy feltételezést. Tehát, hogy ebben az épületben születhetett Szent Imre, abban az épületben, ami a valamikori királyi palota volt. 1931-ben járunk, ugye Filip István, a Ciszterci gimnáziumnak a rajztanára megtervezi ezt az emléktáblát, és ezt a szöveget is megírja hozzá, megfogalmazza azt az állítást, hogy itt volt ez a királyi palota. A 30-as években ezt bizonyosra vette az akkori történettudomány is igazából, és aztán az azóta eltelt időben, az azóta eltelt most már több mint 9 évtizedben a kutatása jutott odáig, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egy királyi palota volt. Lehetett egyébként Szent Imrének a szülőhelye, hiszen egy királyi koronázóvárosról beszélünk, egy olyan városról 1018-tól ugye maga Szent István király, az államalapító is ugye egy magán kápolnát, egy magán egyházat épített, egy olyan magán egyházat, amiben aztán elsőként a fiát, Imre herceget temetik el 1031-ben. Nyilván ez nem egy tervezett dátum, de hát itt ugye az első építési korszak igazából le is zárul, ami a koronázó bazilikára vonatkozik. Visszatérve erre az épületre, ugye ez egy ferences rendház, ami látható egyébként például a külső homlokzaton, ha megnézzük azt a Szent Ferencet ábrázoló szobrot, ami most már évszázadok óta díszíti ugye ezt a külső bejáratot. Én amikor kiránduló csoportokat, turista csoportokat vezetek, mindig el szoktam mondani, meg szoktam kérdezni, felteszem ilyenkor a keresztkérdést, hogy vajon milyen anyagból készülhetett ez a szobor. Művészettörténeti leírásokban, útikönyvekben olvashatunk róla, hogy ez egy megyfából faragott, kézzel festett szobor, ami most is igazából az eredeti állapotában látható. Nem tudom, hogy volt-e restaurálása, feltételezhetően volt.
feltételezhetően azért volt valami állagmegóvás, hiszen nem bírnak ennyi időt, bár nagyon jó védett helyen van abban a szoborfülkében, ahol ez megtalálható. És ugye a másik nagyon fontos jelkép az a ferences rendnek a jelképe. Ugye ez a két egymást keresztező, részben összefonódó kar, ami ugye a Krisztus és, és az ember, Krisztus és a ferences szerzetes, illetve a ferences szerzetes egymás közötti testvériségét, barátságát jelképezi igazából. Egyfajta ferences címernek is szokták nevezni, de hát ugye tudjuk, hogy azért a címerek általában nem így néznek ki. Azért örülök, hogy ezt így elmondtad, mert még mindig tapasztalom magamon is, és sok-sok városlakó tapasztalhatja, hogy nem is tudja, hogy ott a szobor, hol ott elment már a kapu előtt ezerszer, vagy többször is, nem nézünk fel. Most érdemes lesz felnézni, kedves nézőink, ezért is beszélgetünk ilyen dolgokról. De talán megérett a helyzet, hogy belépjünk az épületbe. Igen. De úgy nézzünk föl, hogy a lépcsőkre vigyázzunk. Igen. A belépésnél. És azonnal meg is kell fordulni, hogyha beérkeztünk az épületbe, mert hogy Szent Imre születési helyével kapcsolatban egy falkép is látható pont a bejárat fölött, tehát a szobor fülke belső, vagy a szobor fülkéhez képest az épület belső falára van ez a kép festve. Visszatérve még erre a gondolatra, hogy itt volt egy királyi palota, ahol Szent Imre született, valóban ennek igazság vagy valóság alapja az talán a mi életünkben fog kiderülni. Az viszont biztos, és ez nem csak a mi életünkben biztos, hanem az később is biztos volt, és korábban is biztos, hogy nincs Magyarországon más épület, amivel kapcsolatban ilyen legenda létezne, hogy Szent Imre születési helye ez itt lehetett. Úgyhogy mi igazából a kultusz szempontjából, tehát Szent Imre tiszteletének a szempontjából ezt tartjuk fontosnak, ezért is lett ugye Szent Imréről, ahogy Márk említette, Szent Imre lett a védőszentje a templomnak, és itt az épületben kint is, bent is több hát emléktábla vagy műalkotás is foglalkozik ezzel a témával, és ehhez a tematikához kapcsolódik az emeleten a kiállítás sok között látható szintén emléktábla, amelyet ott mindenképpen úgy gondolom, hogy előre kell vennünk, még mielőtt bemutatjuk a kiállításokat. 2007-ben Szent Imre születésének 1. évfordulója alkalmából egy kiállítást rendeztünk, és ezt a kiállítást Prahi György egy munkájával kezdtük, amit 1764-ben adott ki Pozsonyban a jezsuita történész, és ezt a könyvet ott nyitottuk ki, ahol egy emléktáblának a szövegét adta közzé, amely Szent Imre születési, más értelmezések szerint halálozási helyét, vagy temetkezési, bocsánat, egészen pontosan temetkezési helyét jelzi. Itt a latin kifejezés értelmezhető földi és jégi születés helyként is, tehát emiatt volt is egy vita aztán később a tábla értelmezése kapcsán, és maga a tábla meg elveszett, tehát nem lappangott. És megtekintette 2007-ben ezt a kiállítást Szűcs György művészettörténész kollega, a Nemzeti Galériának a főigazgató helyettese, most is egyébként ez a titulusa, és megkérdezte, hogy nem lehet, hogy ez a tábla, amiről Praj ír, az ő garázsában van. És hát megkértük, hogy ha ez így van, akkor hozzam erre a kiállítást, mert biztosan érdekelni a látogatókat is. Akkor már 10 000 körül járt a látogatóink száma. Hazament, lefényképezte, elküldte e-mailbe a képét ennek a táblának, és összehasonlítottam természetesen a Praj szövegével, és egyértelműen az volt. Egyébként Praj ebből az emléktáblából, most ennek az emléktáblának egy nagyobb részét látta meg, körülbelül a fele az, amiről az e-mailben a fotó érkezett, de a legfontosabb Szent István és Szent Imre neve ezen szerepelt. A tábla másik része, ami hiányzott, azon pedig a adományozónak a neve, Kálmáncsei Domokos préposnak a neve szerepelt. Tehát innen tudjuk, hogy ez a bizonyos emléktábla, aminek egy darabját Szűcs György megtalálta, mindjárt is mondom, hogy hogyan. Ez nagyjából 1490-es évek
közepén készülhetett, ameddig Kálmán Cselló Munkosi Székesfehérváron volt prépost, tehát Mátyás király halála után nagyjából, tehát a 15. század végén. Gyakorlatilag Szent Imre székesfehérvári tiszteletének a hiányzó láncszeme, tehát ennek az ezer évnek a pont a közepéből számolt ez a tábla, ami pedig úgy került Szűcs György garázsába, hogy a Ciszter templom mellett egy sítkupacra lett figyelmes, amikor 80-as évek elején, amikor a könyvtárba ment, vagy könyvtárból jött egy egyetemi dolgozathoz gyűjtött anyagot, és a sítkupacban meglátta ezt a latin feliratos táblát. Pont nem volt nála semmi, amiben el tudta volna vinni, hazament megfelelő csomagoló anyagért is hazavitte. Édesanyja jelezte, hogy hát nem biztos, hogy nekünk ilyenekre van itt van szükségünk, de úgy ragaszkodott hozzá, hogy ennek még talán valaha használt vesszük, és hát értem szerint az utána eltelt közel 30 évben azért költöztek, már Budapesten lakott, ott is több helyen, de mindig vitte magával ezt a táblát, és itt 2007-ben egyszer csak megtalálta a helyét. Szerencsére beugrott neki a szöveg, és a következő évben a Mátyás öröksége kiállítást a Nemzeti Galériába ezzel az emléktáblával kezdték, mint a legjelentősebb, akkor legjelentősebb reneszánszkori lelet, és úgy gondolom, hogy Székesfehérvár történetében mai napig ezt nevezhetjük a legjelentősebb reneszánsz leletnek, ezt a bizonyos emléktáblát, amit kegyelettel őrzünk, hiszen Szűcs György volt annyira nagy lelkű, hogy az Egyházmegyé Múzeumnak adományozta ezt a táblát. Én már hallottam többször ezt a történetet, egyébként Andrástól is személyesen, de én mindig megdöbbenek rajta, hogy azért nincsenek véletlenek. Igen. Tehát aminek elő kell kerülni, az előkerül. És ugye talán ennek a táblának a története is mutatja, hogy a középkori Fehérvárból épült újjá igazából a török után a város. Tehát ha a bazilika területéről származott, akkor nyilván onnan emelték ki a jezsuita szerzetesek annak idején az építkezésekhez. Ha esetleg az itteni épületnek az anyagából, akkor onnan vitték el, de mindenképpen ez egy másodlagos felhasználás, vagy fel nem használás. Tehát, hogy minek a bontása során került elő ez az emléktábla, ezt nyilván Szűcs György sem tudta. Egyébként ezzel kapcsolatban egy új információm, ez még senki nem tud erről. Csak így mi vagyunk. Másfél héttel ezelőtt újra eljött ide Szűcs György. Bartos György művészettörténész kollega, ugyanis a Ciszter templomban kutat, a templomépítés történetét kutatja, és most éppen a kriptával foglalkozik, és úgy gondolta, hogy érdemes lenne ezt újra megnézni, ugyanis ezt nem mondtam az előbb, hogy ahogy ez kiderült a történet, 2007-ben azonnal mentünk a templom padlására, mert úgy gondoltuk, hogy a padláson volt valamilyen munkavégzés, ami miatt az a síthalom keretkezett, de nagyon úgy tűnik, hogy, és találtunk is erre vonatkozóan adatot, hogy 1980-81-ben egy sírt alakítottak ki a templomba, illetve a kriptába. Nagyjából láttuk is, hogy ez hol lehetett, és tehát a munkálatok során került ki egy kisebb síthalom, kisebb földkupac, és abban volt ez a tábla. Úgyhogy most úgy nagyjából látjuk, hogy honnét kerülhetett, de hát természetesen emiatt nem fogunk egy sírt megbontani, úgyhogy a tábla többi része egyelőre reményénk szerint ott valahol a templomában van. Technika fejlődik még egy kicsit, és meg fogja mutatni nekünk a tábla többi részét. Nem kell mindent megfejteni. Így van. Legyen a később a többek között ugye az imént mondtam, hogy a városlakók nem is tudják, hogy ott a szobor, mennyire nem tudják, hogy mi minden van az épületen belül. Már azt azért majd többen tudják, hogy például a Szent Erekék is itt vannak, de ennyire nem szaladnék előre, hiszen az előttem lévő lista alapján is, és amit beszélgettünk is, azért még sok minden van, amit érdemes elmondani az épületen belül is. Talán menjünk is tovább a következőhöz. Ugye egy imádkozó fiúról tudunk még beszélni, amit én azért nem értettem, mert ugye jól láthatóan egy Nagy-Britániában található kő együttes előtt van, hogy jön ez Székesfehérvárra. Tehát újra visszatérve az első gondot, hogy 1938-ban nyílt meg a múzeum, a gyűjtemény törzs anyaga gyakorlatilag
azóta változatlan, viszont hát eltelt most már több mint 80 év, és nem lehet ugyanazokkal eszközökkel bemutatni ugyanazt a műtárgy anyagot, úgyhogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy hogy lehet a mai kor múzeológiai hát igényeinek megfelelően bemutatni azt az anyagot, ami az egyház tárgyasult öröksége gyakorlatilag. És egy olyan gondolatunk volt, hogy ezeknek a tárgyaknak a java része az imádságról szól. Az imádsággal van kapcsolatban, akár a magánáhítat, akár pedig a közösségi ima, vagy pedig istentiszteleteknek az eszközei, máig használt eszközei, és az imádságról szóló kiállítást rendeztük meg ezeknek a műtárgyaknak a felhasználásával, aminek az alapgondolata az, hogy minden ember nyitott a transzcendensre. Függetlenül attól, hogy hol született, mikor született az emberiség történetének mely szakaszában, ez egy antropológiai jellegzetességünk, hogy nyitottak vagyunk a transzcendensre, nyitottak vagyunk a végtelenre, még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk megnevezni, vagy más nevekkel illetjük, és ezért került oda ebbe a terembe, ahol ez a bizonyos imádkozó fiú, ez a Rodoszról származó híres antik szobornak, ami most Berlinben található, másolata van ennek a teremnek a közepén, és körben pedig vetítünk különböző kultuszhelyekről képeket, az első ezek közül a Stonehenge-i kultuszhelynek a kép, és eljutunk egészen Bodajkig, tehát hogy végigmegyünk a nagy vallások, nagy kultuszhelyén, és eljutunk az egyházmegyének a fontosabb templomaink egy helyein keresztül a máig, és innét vezetjük át a látogatóinkat a gyűjteménybe, ami ugye a kinyilatkoztatott igazságok alapján arról szól, hogy a Jóisten számunkra, legalábbis katolikusok számára, vagy keresztények számára ez a hitünk egyik alapja, kinyilatkoztatta, hogy hogyan tudunk vele kapcsolatba lépni. Ez pedig az alapvető imánk a mi atyánk, és a mi atyánkkal kezdődik az első terem, ahol bemutatjuk a mi atyánkkal kapcsolatos ábrázolásokat, és ezek közül az egyik kedvencem, legalábbis nekem, Szilárdi Zoltán atya gyűjteményéből egy sorozat, ez egy metszett sorozat, ami 1690-es években, 1700 körül készült Lipcsében, biztosan protestáns környezetben és protestáns megrendelésre, tehát ez is azt hiszem fontos, hogy az ökumenizmus számunkra nagyon fontos és természetes, hogy ezzel foglalkozunk. Tehát egy lipcsei protestáns metszetsorozat, amit én úgy gondolom, mert persze ezzel lehet hivatkozni, hogy egy katolikus apáca vagy több apáca átalakított és kollázsokká nemesítette a metszetet, méghozzá úgy, hogy különböző értékes textildarabokat applikált a metszet mögé. És ezzel létrejött egy színes kollázs, egy színes műalkotás, ami ugye a monokróm metszetet egészen megváltoztatja. És a témája pedig a mi atyánk egy-egy mondatának az ábrázolása, amit végigmegy ebben a teremben a falakon, és azt hiszem, hogy ez egy tényleg unikális, hiszen ezt egy sorozatban kiadott metszet, de egy darab ilyen sorozat van, amit így átalakítottak, és így lett egyedi ez a műalkotás. A következő terem, ami a mi atyánk bemutató teremből nyílik, az Üdvözlégy Máriáról szól, a Máriai imádságról, illetve nem csak az Üdvözlégy Máriáról, hanem más Máriához intézett imákról is szól, többek között a Lorettói litániának a ábrázolását mutatjuk be, illetve számos rózsafüzért is láthatunk ebben a teremben. A Lorettói litánia metszés sorozatnak az érdekessége az, hogy ez Bécsben 1776-ban készült metszetsorozat,
amit egy Cserei Farkas nevű magyar nemes megbízásából osztrák mesterek metszettek magyar szöveggel, és a mai napig, ha valaki elmegy egy májusi, vagy most akár októberi, hamarosan kezdődik, litániára, akkor a templomokban általában az esti mise előtt szokás mostanában litániát imádkozni, akkor ugyanúgy mondják a Loretói litániát, mint ahogy ezeken a metszeteken 1776-ban felírták. Tehát egy nyelvemlék is gyakorlatilag ez a sorozat, ami azt hiszem, hogy ilyen értelemben is kuriózum vagy érdekesség, és akkor már az imádságról beszélünk, és nagyon izgalmas műtárgyakat tudtunk bemutatni a saját gyűjteményünkből. Tehát ez a játék, hogy egy kulturális produkció is, ugyanakkor pedig a kultusznak, az imának az eszköze, tehát a mindennapi vallási életnek is az eszköze az, amit itt láthatunk. És ez az érdekes játék, ez végigmegy az egész kiállításban, tehát nem csak itt a művek között, hanem ahogy haladunk. A mély mondani való is a szokatlan technika találkozása valójában, amit a képekbe tudnak mutatni. Igen, és akkor ebben még tettünk olyan csavarokat is, hogy műtár nélküli szobát is mutatunk, de ne is szaladjunk annyira előre. Én ezért szeretem egyébként nagyon ezt a kiállítást, hogy a 2017-ben csináltuk. Tehát azóta folyamatosan látogatható, tehát ez egy olyan időszaki kiállítás, ami kvázi már állandónak mondható lenne, de majd egyszer vége lesz nyilván ennek is. Rendkívül innovatív, színes, informatív mindenképpen, tehát akár még középiskolás gyerekeknek is mond valamit, szerintem mindenképpen megfogja őket. És tényleg az a különlegesség, hogy különböző technikával készült tárgyakat mutat be, nagyon sokszor a mondani valót azt egy-egy szóval, vagy egy rövid mondattal fejezi ki, vetített képekkel, 3D installációval, minden egyébbel, tehát hogy ez úgy modern, hogy közben azért valamennyire hagyományos is. És ha már a Loretói litánia szóba került, ugye amikor nézegettük itt előzetesen a képeket, hogy miről is fogunk majd beszélgetni, akkor nekem rögtön eszembe jutott, hogy itt is van azért kapcsolat a két rendházi épület között, hiszen az egykori jezsuita rendházi épületben, ugye most a Szent István Király Múzeumnak a főépülete, a lépcsőházban szintén a Loretói litánia sorai köszönnek vissza, azok a jelképek jelennek meg freskó formájában a lépcsőházban, illetve rövid kis latin, kifejezetten latin nyelvű szövegekkel, amelyek a Loretói litánia sorait adják igazából, és ott is, ha felsétálunk a lépcsőházban, akkor sorrendben jelennek meg egyébként ezek a kifejezések, és ezek a sorok igazából, tehát hogyha valaki mondjuk ott a lépcsőházban felsétál, akár egy kulturális örökség napjai vagy egyéb rendezvény keretében, akkor gyakorlatilag végig tud sétálni a Loretói litánián, mint olyanon, itt pedig elolvashatja magyar nyelven gyönyörű ábrázolásokkal kiegészítve. Egyébként valahol emellett található a Jézus születése alkotás is. Igen, a Szűz Mária imák termébe, vagy a Üdvözlégy Mária termébe helyeztük el ezt a középkori táblaképet. Ez egy nagyon izgalmas darabja a gyűjteménynek. Úgy gondolom, erre van néhány nyom, vagy néhány utalás, hogy ez az Egyházmegye egyik első műtárgya lehetett, és a Egyházmegye második püspökéhez, Milasi Miklóshoz köthető, aki Milánóban volt tábori pap, tábori lelkész. És úgy gondoljuk, hogy ez az ő gyűjteményének egy darabja, aminek egyébként nagyon nem kellene itt lenni nálunk. Ugyanis Milasi Miklós volt az, aki a püspöki palotát megépítette. Az egyházmegyének az akkori anyagi lehetőségei azok szűkösebbek voltak egy ekkora építkezésnél, ezért hitelt kellett fölvennie. És a hitel, meg hát a 19. század elején is ugyanaz volt a egyik legfontosabb tulajdonság, hogy kamatostól vissza kell fizetni, mint most. És a halála után bizony jöttek a végrehajtók, és onnét tudunk erről műtárgyról is, hogy a
ingóságokat, tehát a palotának az ingóságait összeírták, és köztük szerepel ez a kép is. És a püspöki palota akkori ingóságai közül nagyon kevés maradt meg, mert ugye elvitték a hitel fejébe, viszont ez a kép valamiatt itt maradt, ezt nem tudjuk, hogy miért, hogy eldugták-e, vagy nem tartották értékesnek, minden esetre a hagyatéki leltárban szerepel, és annyira értékesnek gondolták egyébként az egyházmegyében, tehát nem a végrehajtók, hanem az egyházmegyében, hogy a székesegyház páncélszekrényébe őrizték. És onnét hoztuk be a múzeumba, és azóta restauráltuk, és be is mutatjuk, ez nagyjából egy ilyen 15 éve volt. És hozzáértő művészettörténész kollégák megvizsgálták ezt a képet, és nagyon úgy tűnik, hogy egy észak-itáliai, tehát Milánó környéki, vagy délnyugati tiroli, délnyugat-ausztriai tiroli körhöz köthető, szintén késő középkori 15. század végi képről beszélhetünk, ami valószínűleg egy nagyobb oltár építménynek a része lehetett, de mindenképpen egy központi darabja ennek az oltár építménynek, úgyhogy ilyen érdekességek is vannak. Természetesen a különböző képek mellett azért vannak értékes és igen régi könyvek is, amikről beszélhetünk. Akár Máriával kapcsolatban, akár gondolok itt a Rákóczi féle imakönyvre is. Igen, az egyházmegyei gyűjteményeknek az a szerencséje, hogy ugyanaz a fenntartó, ugyanaz a kulturális kör hozta létre, és ha egy ilyen kiállítást rendezünk, akkor a püspöki könyvtárból és levéltárból is pillanatok alatt tudunk választani a kollégák segítségével ebben a tematikában. És valóban itt egy nagyon szép kis együttes látható a püspöki könyvtárnak a fontos és értékes imakönyveiből, többek között Rákóczi imakönyvéből is, ugye ez egy nyomtatott kötet, illetve egy 16. század elején készült nagyon szép metszetes, fametszetes zsoltáros könyvet állítunk ki, ami Párizsban készült, és Magyarország unikális példány. Ha sétálunk a folyosón, Morusz Tamás képe is megjelenik. Ugye a rendháznak a sajátossága, hogy hosszú folyosunkból áll, és egy kiállítás esetében egy hosszú folyosó az egy komoly kihívást jelent, hogy ezzel is valamit kell tudni kezdeni. És azt az ötletet már jó régóta alkalmazzuk, hogy plakátokat helyezünk el, amelyek az adott kiállítás tematikájához kapcsolódnak, és ezek között a plakátok között híres emberek, egyházi vezetőknek az imáit, vagy imával kapcsolatos gondolatait lehet most olvasni. Köztük van Morusz Szent Tamásnak a gondolata az imádságról, amit Ferenc pápa is elmondása szerint naponta imádkozik, mi szerint adj Uram humorérzéket, mert hogy arra nagy szüksége van az embernek, hogy a mindennapok sűrűjében el tudjon igazodni, és ne legyen rossz kedve. Mert hogy szabad nevetni, sőt, van értelme nevetni is. A következő kép, nézegettük felkészüléskor, és ugye nem vagyok szakértő, de mindkettőnknek ez ugrott be Márkkal együtt, hogy nagyon hasonlít a stílus a Városházán található Abba Novák képhez, és aztán kiderült, hogy sikerült eltalálnunk. Igen, mert hogy Abba Novák festette ezt a festményt. Jézus szíve a témája, központi alakja Krisztus, és körben pedig a mennyország szentjei láthatóak, köztük a magyar szentekkel, Szent Imre, Szent László, Szent István, Szent Erzsébet, Boldog Gizella és Margit is látható a képek között. A mű egyébként néhány éve került be a gyűjteményünkbe, tehát ez egy viszonylag új szerzemény. A Abba Novák unokájától sikerült ezt
megszereznünk ezt a műalkotást, ugyanis a Abanovák készítette, mint vázlat, de sajnos nem ő kapta a megbízást, és ebből nem lett aztán később hát freskó mű, viszont maga a vázlat, amivel pályázott, az a család tulajdonában maradt. És így maradt fenn, hát ugye tudjuk, hogy Abanovák halála után már annyira egyházi témájú képek nem voltak népszerűek Magyarországon, úgyhogy a család őrizte meg, és így tudott fennmaradni, és hát büszkék vagyunk rá, hogy ezt a műalkotást sikerült megvásárolni. Spányi Anton megyés püspöknek volt a bőkezűségének az eredménye tulajdonképpen, hogy ezt a képet meg tudtuk szerezni. Ez nagyon jó egyébként, hogy itt van a városban, szerintem ugye azért többszörösen kapcsolódik a városhoz. Egyrészt ugye az alkotó révén, tehát azért ne felejtjük el, hogy a Romkert mauzóleumában ugye két jelentős szekkója is látható, most már hál' Istennek ugye rendszerváltás óta ismét, illetve a Városháza épületében szintén, tehát ugye a kibővített Városháza épületének a kifestésére, a lépcsőháznak a kifestésére, ugye őt bízta meg annak idején a városnak a vezetése. Ráadásul ugye a 30-as évek Székesfehérváron egyébként is az Árpádházi szentekről szóló időszak, hiszen 1931 ugye a Szent Imre emlékév, 1938, amit már ugye említettünk többször, a Szent István emlékév, és ugye a 30-as években, főleg 1931-ben a Szent Imre emlékév kapcsán itt az Árpádházi szentekről neveznek el különböző utcákat, tereket, 38 környékén ugye különböző intézményeket, gondoljunk itt a Boldog Margit iskolára, ugye a Leány gimnázium, ami később a Teleki Blanka gimnázium lesz, ugye a Szent Istvánról elnevezett iskolákra, a Szent Imre utcára, a Szent Margit utcára és az összes többire, ami ide kapcsolódik, nem beszélve ugye a Szent Koronáról, meg egyáltalán a koronázásról, mint olyanról, tehát a 30-as évek az abszolút az Árpádházi szentek jegyében telik Székesfehérváron, nem csak egyházi berkekben, hanem a közigazgatásban is, és a mindennapokban is, és hát ugye Abanovák pedig a 30-as évek második felében kapja ezeket a nagy megbízásokat, ez is talán szerencséje ilyen szempontból a Székesfehérvárnak, hogy végül is itt lehet bemutatni, abban a városban, ahol egyébként többek között Szeged és egyéb nagyvárosok mellett azért Abanovák elég termékenyen és elég jelentős munkákat alkotott. Vezess tovább bennünket, András! Én említettem már, hogy létezik olyan terem is a kiállításban, ahol nincsen műtár kiállítva. A következő, ez pontosan a következő terem lesz. Hát nagyjából mondhatom, hogy a mértani közep a kiállításnak, és azért is helyeztük el itt ezt az installációt, amit úgy is hívunk, hogy az Aki van terem, hiszen önmagát az égő csipkebokorban kinyilatkozható Isten olvasható, Istennek a szavai olvashatók itt, amelyeket Mózeshez intézett, és ahogy már említettem, a mi keresztény hitünk ...nek az alapja, ami ugye az Ószövetségben kezdődik, hogy a Jóisten kinyilatkoztatja magát és megtanítja a hívő embereket arra, hogy hogyan forduljunk hozzá, és ő pedig úgy mutatja be önmagát, mint aki a lét. És ezt egy olyan hát kis terembe, kis cellába helyeztük el, ahol lehetőséget biztosítunk arra, hogy valaki elgondolkodjon, meditáljon e fölött a szentírási idézet fölött, és itt azt hiszem, hogy nem is kell különösebben ehhez kommentárt fűzni. Aki oda belép, azt tudja, hogy miről van szó, hogyha erre fogékony. Következő teremben pedig az Egyházmegyének a ima társulatainak a történetét mutatjuk be. Itt illetve két műtárgy van kiállítva, egy portré és egy kis lapocska. A portrén Mária Teréziát láthatjuk, a bizonyos lapocska, ami alatt a vitrínben látható, pedig az oltári szentséget szüntelően imádó ájtatós társulatnak, amit az Egyházmegye első püspöke, Sijei Nagy Ignác alapított, ennek a társulatnak egy tagkönyve, és a tagkönyv tulajdonosa pedig nem volt más, mint Mária Terézia. Az ő saját kezű aláírás olvasható ezen a kis tagkönyvön. Az érdekessége ennek, hogy a
társulat szabályzata szerint a társulati tagok halála után ezt a kis tagkönyvet, ami gyakorlatilag egy félbehajtott lap, vissza kellett küldeni a Székesfehérvárra, ugyanúgy, ahogy az állami kitüntetéseket is, bocsánat, visszaküldték, és más ilyen tagkönyvről nem tudunk, amit visszaküldtek volna, csak a bécsi udvari kamara volt, hát vagy komolyan kancellária volt annyira precíz, hogy a Mária Terézia halál után visszaküldte Székesfehérvárra ezt a tagkönyvet. Ezt még nem említettük, de ha már Mária Terézia szóba került, akkor mindenképpen el kell mondani, hiszen még későbbi tárgyak kapcsán is majd fogunk róla beszélni, hogy Mária Terézia az, aki 1777-ben megalapítja az önálló Székesfehérvári Egyházmegyét, és az a gesztus, hogy az ő halála után ezt a tagkönyvet visszaküldik Székesfehérvár az által alapított egyházmegyébe, azért az egy nagyon jelentős dolog. Tehát tényleg gesztus értéke van ennek a tettnek, és ugye hát az ő alakja aztán több más műalkotásban is megjelenik, és az egyházmegye alapítójaként pedig hát jegyzik ugye folyamatosan, és tisztelik is természetesen a királynőt. És ha már a szerzetes rendeknél tartunk, hiszen mégiscsak egy egykori ferences rendházban ülünk, azért azt el kell mondani, hogy az ő fia, második József viszont teljesen ellentétes előjellel szerepel, akár a fehérvári egyházi intézmények, akár az országos egyházi intézmények, különösen a szerzetes rendek történetében, hiszen ő az, aki a szerzetes rendek jelentős részét Magyarországon feloszlatja. Ugye a következő ilyen az majd 1950-ben lesz, hogy a katolikus egyház és az állam közötti egyezmény, kikényszerített egyezmény révén, itt az uralkodó oszlatja fel ugye a legtöbb szerzetes rendet, és világi tulajdonba helyezi a különböző szerzetesrendi templomokat, a kolostor épületeket. Na persze ez nem azt jelenti, hogy akkor a polgárság megkapja, hanem hogy az adott egyházmegyék vagy az adott plébániák kezelésébe tartozik innentől kezdve. Ugye az az egyik indok, hogy így ugye a plébániák megfelelő jövedelemhez jutnak többek között. Nem feltétlenül sikerült ez annyira, hiszen a fenntartáshoz is azért elég jelentős összegek lettek volna szükségesek, és ugye a szerzetesrendi birtokok pedig nem minden esetben kerültek a plébániáknak vagy az egyházmegyéknek a kezelésébe. Sok esetben ezek ugye az uralkodóra szálltak, vagy egyáltalán a császári udvarra, ugye királyi udvarról nem is igazán beszélhetünk Magyarország esetében, hiszen a koronázás elmaradt, ugye. Ez is egy gesztus értékű tett második József részéről. Tehát lezárva ezt a hosszúra nyúlt záróéles gondolatot, második József abszolút ellentétes előjellel szerepel ebben a történetben az édesanyjához képest. Azért tartom jól a jónak egy múzeumban mondjuk az Aki van termet, mert ott egy picit megpihen az ember a túl sok információ között, amit mégis befogadunk egy ilyen látogatás során, és kellett is a megpihenés, hiszen ugyan adásidőnk nagyon-nagyon rohan, de azt kell mondanom, hogy még nagyon nagy dolgok vannak hátra. Többek között én azt hiszem, hogy meg kell állni egy kicsit a tilalomfából kinőtt kereszt előtt is, azt is fel kell tudni dolgozni, tehát nem árt, ha pihenten nézzük át, jól gondolom? Ez a műalkotás egy néhány éve került a Szilágyi Zoltán atyának a tulajdonába, műkereskedelemből szerezte meg egyébként. Egy nagyon izgalmas rokokó alkotás, valószínűleg Bajor területről származik, és annak a legendának egy szép barokk, vagy késő barokk példája, amely szerint Krisztus keresztfája a paradicsomi bűnbeesés fájából átcsomódott, abból készült, és ez a megváltásnak az íve, tehát az emberek bűnbeesésétől Krisztus megváltó haláláig terjed ez a szép ív, és ennek egy valóban értékes alkotása ez, amit itt bemutatunk. Ez a műalkotás abban a teremben található, ahol a Szent Háromságra vonatkozó imák ábrázolásai, vagy ehhez kapcsolódó művek vannak, és ebből a teremből nyílik egy olyan kis cella, ami számomra nagyon fontos, és nem is lehetett volna kihagyni ebből a kiállításból. Ugyanis ha az imádságra gondolunk, akkor sokszor az embereknek a kérőima
tehát hogy Isten segíts, vagy egy fohász, hogy valami történjen meg. És ha esetleg megtörténik, akkor sokszor elfelejt. Meg is feledkezünk, ez egy természetes dolog, jó Isten megsegített, és az élet megy tovább. De nagyon fontos, hogy hálát is tudjunk adni. Tehát a hála adó ima is egy nagyon fontos dolog, amiről nem szabad megfeledkezni. Úgyhogy egy külön termet szenteltünk a hálaadó imának, illetve a hálának. És ez azért a történelem során sokszor tárgyasult formában is fennmaradt a hála, a hálaadó ima. Például egy Bodajkról származó vért, amit itt be tudom mutatni, egy katonai vért, ez egy osztrák katonai vért, ami valószínűleg azért került a kegyhelyre, mert a tulajdonosa ima meghallgatását követően odaadományozta a kegyhelynek. Egy katona esetében egy vértől megszabadulni, vagy egy vértet odaadni, azért ez egy nagyon nagy gesztus, hiszen az életét védi a csatában. Tehát nem tudjuk pontosan, mi volt az ima meghallgatásnak a tárgya, de biztos, hogy valami nagyon nagy dolog, majdnem mondhatom, hogy csoda számba menő ima meghallgatásról lehet szó, aminek az eredménye az, hogy ez a vért a Bodajki kegyhelyre került, és a Bodajki kegyhelyről pedig 1938-ba került a múzeumba, tehát a törzsgyűjteményünknek az egyik kiemelkedő darabja az a vért, ami egyébként, ha nincsen a történet mögötte, akkor nem annyira érthető, mint keres egy egyházi gyűjteményben, mégsem a hadtörténeti múzeumban. A kard, amit ugyanott látunk, ez hozzátartozik, tehát ugyanehhez a történethez tartozik. Ugye Bodajkon ezt kiegészíti többek között egy mankó is. Tehát lehet, hogy az kicsit direktebb utalás ugye ezekre az ima meghallgatásokra, de az tényleg, hogy megjelenik itt ugye egy vért, és megjelenik egy kard, és hát ugye azért a Szent István legendában is ráadásul olvashatunk egy hasonló történetet, ahogy ugye az illető katonát szorítja ez a vért, egyre jobban szorítja, és ugye eljön Szent Istvánnak a sírjához, itt imádkozik, leteszi a bűneit, leteszi minden fájdalmát, és ennek a vértnek a szorítás ugye enged. Tehát azért számomra, amikor én láttam ugye többször ezt a kiállítást, mindig felidőződött bennem ez a Szent István legenda is, és megint csak a fehérvári kapcsolat az, amit meglátszik. Megérkezhetünk a Szenterek jéghez? Mindenképpen, mert anélkül ezt a műsort nem lehet lezárni, hiszen a kiállításnak a csúcspontja. De nem csak a kiállításnak a csúcspontja, hanem egy két évvel ezelőtt létrehozott zarándokútnak is a végállomása. Ez a zarándokút pedig a Magyar Szent Család nyomában címet viseli. Vértes Somló, az említett Bodajk és Székesfehérvár az útvonala. A úgynevezett egyházmegyei látogatóközpont tartozik hozzá itt Székesfehérváron, és itt a múzeumban ez a bizonyos terem, ahol a Magyar Szent Család erekéit lehet megtekinteni. Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre erekéi vannak itt kiállítva. Szent István fejerekéje 1778. április 1-én érkezett Székesfehérvárra, és ez gyakorlatilag mondhatom azt, hogy egy fordulópont volt a város újkori történetében. A szent legfontosabb erekéit, tehát a Szent Jobbot és a fejerekét is itt őrizték Székesfehérváron. Ezek 1540-es években, tehát amikor ugye törökök elfoglalták 1541-ben Székesfehérvárt, ezt követő években, most pontosan egész pontos évhez nem tudjuk kötni, de az azt követő években dalmát kereskedőkhöz kerültek. Ez azt jelentette, hogy egész pontosan Dubrovnik városállam és a török birodalom, vagy oszmán birodalom között egy szerződés volt annak érdekében, hogy azokat a keresztény kultusztárgyakat, erekéket, amelyek egyébként a törököknek semmit nem jelentenek, megvásárolhatják a hódítások nyomán a dalmát kereskedők, tehát egész pontosan dubrovniki kereskedők, és Szent István fejerekéje is, illetve a Szent Jobb is közöttük volt. Ezek a legújabb kutatások, különösen Molnár Antal kutatásai alapján nagyon jól dokumentáltak, és most már teljesen
biztos a kép ezzel kapcsolatban. Tehát megvásárolták, és Dubrovnikba vitték, és ott nagy becsben tartották. A Szent Jobb, illetve a fejerekje számára is új erekje tartók készültek, kiváló dalmát ötvösöknek a munkái, amik bizonyítják azt, hogy fontosnak tartották Szent István tiszteletét Raguzában, vagyis a mai Dubrovnikban. És hogy került ide Fejérvárra? Hát úgy, hogy még egy része Dubrovnikban van most is, ugyanis Szent István fejerekjének a egyik darabja az továbbra is Dubrovnikban található, Domonkos Kolostornak a kiállító termében most is meg lehet nézni egyébként, ha valaki éppen elindulna, akkor még lehet, hogy nyitva tartási idő, hát most már nem, de ha a következő nap megérkezne, akkor meg is tekinthetné. Ez az erekje, Mária Terézia, akiről már sokszor beszéltünk, jóvoltából érkezett vissza Magyarországra, ugyanis a dubrovniki városállam egy kellemetlen helyzetbe került a török-orosz háború kapcsán. Szükségük volt segítségre, külső segítségre, és Mária Teréziához fordultak, aki egyébként, zárójelben megjegyzem, hogy nem sokkal korábban lett ez köztudomású, hogy az erekék ott vannak. Tehát gyakorlatilag a 17. században nem igazán tudták, hogy mi történt ezek az erekékkel, és pont ferencesek, bosnyák ferenceseknek a közvetítésre jutott az információ egyáltalán Bécsbe, illetve Magyarországon, hogy megvannak az erekék. És Mária Terézia azt mondta, hogy természetesen segít ebben a szorongatott helyzetben Raguzának, mindössze a fejerekét és a Szent Jobbot kéri cserébe. Azonnal ment a válasz, hogy a város részéről, hogy ezt az egyház őrzi őket, de sajnos nem tudnak állásfoglalni, kérjen mást az uralkodó, de hát ragaszkodott hozzá, és végül is meggyőzték a domonkosokat, hogy a fejerekének egy darabját adják oda, és nem sokkal később a hadi helyzetnek a rosszabbra fordulását követően a Szent Jobb is visszakerült Magyarországra. A fejerekének pedig Mária Terézia készítetett egy új ereketartót, amit minden székesfehérvári ismer, hiszen évente több alkalommal is lehet látni, akár az augusztus 14-i meneten, akár az augusztus 20-ai Szentmisén, vagy a Magyar Szent Család ünnepén novemberben. Tehát ez Bécsben készült 1777-ben, Sebastian Würth nevű ötvös készítette, aki nem akárki volt, a birodalom egyik legjelentősebb ötvös dinasztiájának az egyik tagja, és ebbe helyeztette el Mária Terézia Szent Istvánnak a fejerekéjét, és ebben érkezett meg, ahogy említettem, 1778-ban Székesfehérvárra. Szent Imrének az erekéje a következő, akit ugye tudjuk, hogy itt temettek el, ugye ezzel kezdtük a műsort is, hogy itt született, itt is temették el 1031-ben. Tudjuk, hogy Szent Istvánnak el kellett temetni a trónörökös Szent Imrét. Itt ebben a templomban, ami akkor már olyan állapotban lehetett, hogy ezt a sírt ki tudták alakítani Szent Imre herceg számára, de egyetlen erekéje nem maradt az újkorban Szent Imrének, akit egyébként itt is tiszteltek. A legfontosabb kultuszhely az a kápolna volt, ami a sírja körül kialakult, és 1930-ban Aachenből került ide az az erekje, amit most is tisztelünk. Svoly Lajos megyes püspök kapta ezt az erekjét Aachenből, ahol egyébként most is Szent István, Szent Imre és Szent László erekjét is őrzik a aacheni palota kápolnában. Boldog Gizella erekéje pedig 2011-ben Passauból érkezett, a passaui megyéspüspök hozta el Spányi Antal megyéspüspök kérésére Boldog Gizella erekéjét. Így nagyon szép és megható ünnep volt, ahogy a Magyar Szent Család erekéjében újra egyesült itt Székesfehérváron, hiszen tudjuk, hogy ők ha valahol Magyarország területén többször együtt voltak, az itt Székesfehérvár
legutoljára ugye Szent Imrének a temetése lehetett ez az alkalom, amikor a Magyar Szent Család még itt együtt volt Székesfehérváron. Tehát így alakult ki gyakorlatilag ez a Rekje együttes, ami az intézményünk vagy a múzeum legféltettebb kincse. Nem akarok gonosz lenni, de muszáj, mert tényleg nagyon elszaladt az időnk, és még el se jutottunk Prohászka Otto kárteremig, sőt, hát az odavezető úton is azért vannak még látnivalók. Össze tudjuk nagyon röviden foglalni? Igen, a már említett Szilárdi Zoltán atyának a kiváló magángyűjteményéből láthatunk egy válogatást, amit még életében megrendezett itt számunkra. Nagyon izgalmas tárgyak vannak köztük, csak most gyorsan egy párat, például egyházi témájú türelemüveg, amit valószínűleg egy elítélt börtönben készíthetett. Egy üvegbe úgy tette bele Krisztus szenvedésének az eszközeit, hogy az üveg száján keresztül speciális eszközökkel. Találhatók köztük vallásos amulettek, erekékkel ellátva, ami szintén ma már egy ismeretlen műfaj, és hát számos metszet, de például van egy olyan nyomólemez, egy metszetnek, egy rézmetszetnek a nyomólemez, az nagyon ritkán marad meg egyébként, ami a Bodajkik egyképet ábrázolja, és nem ismerünk róla levonatot. Tehát ez a furcsa helyzet, hogy metszet nem ismert, viszont a nyomólemez megmaradt. Általában fordítva szokott lenni, hiszen egy-egy nyomólemezről több száz metszetet is leszoktak vonni, ahogy ezt nevezik a nyomdászatban, és hát ezután a terem után, illetve egész pontosan egy folyosó, ezután a folyosó után Prohászka Ottokár megyés püspöknek az életét, munkásságát bemutató kiállítás következik, amelyben megemlékezünk az egyházmegye legjelentősebb, leghíresebb, legnagyobb hatással rendelkező megyés püspökének az életéről. Annyit tudnánk még beszélgetni, én azt hiszem arról a csodáról, ami itt látható, de sajnos tényleg elfogyott az adásidőnk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a vendéglátást. Ez a gyönyörű helyszín azt hiszem, hogy csak segítette, hogy bemutathassuk nézőinknek a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumot. Köszönöm a vendéglátónak, Smohai Andrásnak, a szakértőnknek, aki mindenhova elkísér bennünket, Váci Márknak, és persze köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!